népviseletbe öltözött lányokat táncoltatnak a jókai slegények az 1906-ban alapított egykori polgári fiúiskola területén. 115 év után a régi tornaterem helyén így kezdődött 2021-ben az 1995 óta Jókai Mór Református Általános Iskola névre keresztelt intézmény új épületének megépítése. Alig másfél év múlva az iskola takarékos gazdálkodásának, valamint az egyházi fenntartó és a kormány támogatásának köszönhetően 2022. március 23-án átadták az új háromszintes épületszárnyat. Amikor elkezdődött a járvány, akkor abban a tavaszi időszakban bontottuk le azt a régi ócska tornatermet, ami ennek a helyén állt, amit mi egyébként nagyon tiszteltünk, és októberben leraktuk a alapkövet, és másfél év telt el, és néhány óra múlva tele lesz gyerekzsivallyal ez a ház, és hála van a szívemben, meg nagy-nagy öröm. Az új épület nem csak egy korszerű tornatermet, hanem további 6 új tantermet és egy kiszolgáló helységet is tartalmaz. A mintegy 1,5 milliárd forintos beruházásból a magyar kormány 500 milliós támogatást adott. Fekete Károly, az iskolát fenntartó tiszántúli református egyházkerület püspöke kameránknak elmondta, napjaink ideológiai kihívásai között a keresztény hit különösen fontossá vált a nevelési intézményekben. Egy olyan eszmeáramlat tömeg van, amivel szemben meg kell szólaltatnunk azokat a bibliai értékeket még hangosabban, még erőteljesebben a magunk számára is, hogy bele ne lustuljunk, bele ne kényelmesedjünk abba, hogy hát mi tudjuk és éljük, hanem ez másoknak is fontos, mert olyan átrendeződés következhet be az életünkbe, ami mindenkire ki fog hatni, nem csak a hívőkre, azokra is, akik jelenleg még nem vallják, hogy van Isten. Kövér László beszédében leszögezte, egyetlen európai iskolának sem kívánhatna tisztább eszmeiséget és célokat, mint amilyen szellemben, amilyen célok elérésére a jókai iskola pedagógusai vállalkoznak. A hitre minden nemzedéknek szüksége van, hiszen hit nélkül nincs kultúra. A kultúra addig él, amíg él benne a hit is. Keresztény hitünk ezért nem meghaladható múlt, hanem éltető jövő. Mondjuk ki bátran, a kereszténység Európa és benne Magyarország legmélyebb létkérdése. Kövér László elmondta, az elmúlt 4 esztendőben csaknem 4600 óvodai és iskolai beruházás indult el, vagy valósult meg annak köszönhetően, hogy a kormány mintegy 983 milliárd forinttal támogatta a köznevelési intézmények megépítését, illetve korszerűsítését.